Zavartalanul halad a forgalom a Tokaji Erzsébet királyné hídjánál, amelynek felújítását augusztus 3-án kezdte meg a kivitelező. A munkákat két lámpás forgalmi irányítás és félpályás útlezárás mellett végzik. Jó ütemben halad a beruházás, már elkezdték a rakamazi oldal felől az aszfaltot felmarni. A 38-as főút részét képező Tokaj belvárosát rakamaz üdülő területeivel összekötő átkelőt kiszélesítik, az északi oldalon kerékpársávot, a déli oldalon pedig gyalogos pályát alakítanak ki. A munkák során konzolos szélesítési technológiát alkalmaznak majd. Az állami forrásból megvalósuló projekt megkezdését több nem várt tényező is hátráltatta. Újra kellett terveztetni a kerékpárút szélessége miatt az egész híd felújítást, valamint a Mezőzombor Nyíregyháza pályafelújítási munkálatok befejezése után, hiszen ezen az útvonalon az elmúlt 3 hónapban vonatpótló buszok közlekednek, lehetett csak hozzákezdeni a rekonstrukcióhoz. A felújítás az Innovációs és Technológiai Minisztérium megbízásával, a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő ZRT készíti hazai forrásból nettó 1,1 milliárd forint értékben. Ez egy próbaüzem lesz. Ez a kétlámpás próbaüzemnek az lesz a lényege, hogy egy hét alatt leszűrik azokat a következtetéseket, ami alapján el lehet dönteni majd, hogy a kétlámpás forgalomirányítás működőképes-e, nem okoz nagy torlódást a hídfőnél. Ha az a tapasztalat, hogy komoly torlódások lesznek, akkor a rendszer képes átállni egyik napról vagy egyik pillanatról a másikra 5 lámpás forgalomirányításra. Ma volt egy egyeztetés, ahol itt volt a katasztrófavédelem, a rendőrség, a mentő, és egyeztettünk a kivitelezővel azokról a feladatokról, hogy hogyan fogja reagálni a kialakult helyzetet a rendőrség, a mentő és a katasztrófavédelem. Abban állapodtunk meg, hogy ki fogjuk értékelni azokat a tapasztalatokat, amelyeket az első próbahét fog majd számunkra jelenteni, és ezek alapján fogunk közösen döntéseket hozni. Annak érdekében, hogy hogyan kell átszervezni a mentőszolgálatnak a sürgősségi ellátást, illetve a rendőrség is hogyan fogja tudni segíteni ezeket a feladatokat. Azt gondolom, hogy mindenki igyekszik a helyzethez alkalmazkodni, mindenkinek vannak tervei arra, hogy hogyan fogja reagálni a kialakult helyzetet. A fejlesztés a tervek szerint 2021 őszére készül el. A forgalom korlátozása következő időjárási körülmények esetén 2020. december közepéig tart majd. A beruházás része a 231 méteres híd acélszerkezetének festése, a híd főkő burkolatának felújítása, a tokai körforgalom betonpálya szerkezetű korszerűsítése, valamint a rakamazi oldalon a jelenleg is használt kerékpárút átvezetése a 38-as főúton.